Fejlődésben városunk. Húsvéti kalács, húsvéti nyuszi sorsolás, listán szerepel, mint baleseti helyszín a 4-es számú főút. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. április 5-én 18 óra 5 perckor. A Nagykunság és a Tiszafó összefogott a megye tiszántúli részének korszerűbb, tudatosabb hulladékgazdálkodásáért. Két helyszínen, Karcagon és Tiszafüreden összesen mintegy 7,6 milliárd forint összegű fejlesztés keretében válik korszerűbbé a szelektív hulladékkezelés térségünkben. Nem csak a városnak, hanem a környező településeknek is nagyon fontos, hiszen a karcagi szolgáltató lát el Karcag környékén nagyon sok települést a hulladékgazdálkodási beszállítással. Azt gondolom, hogy egy fenntartható fejlődésnek nagyon fontos állomása a hulladékkezelés, hiszen a 21. század legfontosabb problémája az valóban azok a hulladékok, amelyek illegálisan vagy nem illegálisan, de mindenképpen lerakásra kerülnek, és akkor maradjunk most annál a résznél, amikor legálisan összeszedi a hulladékgazdálkodó a szemetet. Ugye ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, ennek lenni kell válogatásának, osztályozni kell a lehetőségeknek megfelelően újrahasznosítani azokat, amelyekre van lehetőség, és nyilván a fönnmaradó részt elhelyezni olyan módon, hogy az hosszú távon is kielégítő legyen. Ennek egy nagyon szép példája ez a pályázat, hiszen egy olyan válogató üzemcsarnok épül, amely a bejövő hulladékot több részre bontja. Az újra felhasználhatót természetesen elszállítja azokra a pontokra, a lehetőségekre, ahol azzal a szakemberek tudnak mit kezdeni, és a fönnmaradó hulladékot kell gyakorlatilag ezek után majd kezelnünk. Nyilván egyszerűbb lesz, sokkal kevesebb lesz, és azt gondolom, hogy ez jelenti a jövőt, és azt, hogy fenntartható legyen a hulladékgazdálkodás. Az épülő karcagi hulladékválogató csarnok építési munkálatait nézte meg a helyszínen Szepesi Tibor polgármester úr és a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. Vezetői társaságában F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő. Mindenképpen a 21. században már a fenntartható környezetre kell törekednünk. Karcagon és az egész térségben a szelektív hulladékgyűjtés megkezdődött és folytatódik, de már a beszállított kommunális hulladékot is szét kell válogatni. Én azt gondolom, hogy Karcag és Tiszafüred összefogásával egy olyan fejlesztés tud megvalósítani, ami egyre több felhasználható hulladékot tud kinyerni a kommunális hulladékból, egyre kevesebb kerül lerakásba szeméttelepekre, és én azt gondolom, hogy egyre jobban közelítünk egy olyan fenntartható világ felé, amikor már az embereknek egyre kisebb lesz az ökológiai lábnyoma, egyre kevesebbet hulladékot termelünk, egyre kevesebb hulladékot hagyunk magunk után. Én azt gondolom, hogy ez a fejlesztés azt biztosítja, hogy nekünk, gyermekeinknek és unokáinknak már egy sokkal tisztább, szebb környezetben tudjuk itt élni az életünket. A cég évi 20 000 tonna beérkező hulladék feldolgozását, szállítását végzi. Az épülő új csarnokban a vegyes települési hulladékok előválogatása zajlik majd 2022. májusától. Gyakorlatilag itt a területen azt látjuk, hogy folyik most itt közvetlenül mögöttünk egy nagy válogatócsarnok építése. Itt térbetonok fognak megépülni a különböző hulladékkezelésekre. A lényege az lesz ennek az egész beruházásnak, hogy a vegyes települési hulladék is lerakás előtt egy előkezelésen fog átmenni. Gyakorlatilag szinte a majdnem teljes begyűjtött hulladék egy előkezelő csarnokba fog beérkezni, és itt egy válogató gépsoron fog átmenni, és gyakorlatilag a kisebb frakciók, amin ezen a gépsoron áthullik, és gyakorlatilag biológiai lebontható lesz, ez a frakció fog itt helyben maradni. A nagyobb frakciók, amelyek még anyagában újrahasznosíthatók, azok pedig Tiszafüredre fognak átkerülni további válogatásra. Ez lesz ennek a beruházásnak a lényege. Illetve további lényeges dolog, hogy amikor ez a hulladéklerakó épült vagy készült, akkor gyakorlatilag a hulladékgazdálkodás még egy kicsit más elveken alapult. Most azért lényegesen több kézi munkaerőre is szükségünk van ahhoz, hogy itt a megfelelő hulladékkezeléseket megvalósítsuk, és itt ennek az igénynek a kielégítése is megvalósul egy új szociális épülettel, megfelelő infrastruktúrával, tehát ez is most meg fog épülni ennek a beruházásnak a keretében. Az újrahasznosítható hulladékokat Tiszafüredre szállítják további feldolgozásra.
A beruházás az gyakorlatilag Karcag és Tiszafüred egy közös beruházása, tehát ez a projekt két helyszínen zajlik, karcagi telephelyen és Tiszafüreden. A beruházásnak az összértéke az, hát most egész pontos számot nem tudok mondani, mert az változott időközben, de egy 2,6 milliárdról indultunk, és ebben benne van nem csak ezek az építési dolgok, hanem eszközbeszerzés, kukabeszerzések, tehát minden ilyen jellegű dolog, és ez összesen a két telephelyre vonatkozó számadat. Itt a csarnok épületről, amit kell tudni, ez egy 1600 négyzetméteres üzemcsarnok lesz. Ez gyakorlatilag egy ilyen két méteres magasságú vasbeton szerelt fallal épül, és a fölötte lévő pedig könnyű szerkezetes vászszerkezettel, egy ilyen acélcsarnokról van szó. És itt mögöttünk, ami pedig térbeton épül, az pedig egy ilyen 3850 négyzetméteres térbeton lesz. Ez két részből fog állni, egy ilyen manipulációs térből és egy biológiai stabilizáló térből. A beruházás a tervek szerint új munkahelyeket teremt, de fontos szerepet vállal a helyi munkaerő megtartásában is. Plusz munkahelyeket néhány főt mindenképpen jelent. Én inkább azt mondom, hogy az egy nagyon lényeges dolog, hogy munkaerő megtartást fog jelenteni, és ez is egy nagyon lényeges szempont lesz. Elképzelhető, hogyha itt még tovább megyünk majd ezzel a hulladékok válogatásával, akkor ez is lehetséges, hogy akár még több műszak elindítása is szükséges lesz. Ez még a jövőben fog majd pontosodni. Idén a pandémia ellenére is többen úgy döntöttek, hogy a húsvéti kalácsot a pékségből rendelték meg. Ebben a karcagi pékségben folyamatosan sütötték a kenyeret húsvétra, de nem csak erre volt kereslet, mondta televízióknak Lacik Dénesné. Szerencsére függetlenül attól, hogy azért járvány van, és nem igazán számítottunk arra, hogy nagyon nagy érdeklődés lesz, mégiscsak mindenki készül a húsvétra. Hát az, hogy jóval több kenyeret sütünk, ez egyértelmű. A zsúrkenyér rendelésünk ugyanúgy megvan, mint a korábbi években, és hát a kalácsféle az, ami ilyenkor húsvétkor nagyon aktuális és nagyon szeretik. Illetve egész évben sütögetjük mi a habralót, most húsvétre nagyon sokat rendeltek belőle. A finom fonott kalács ugye az egész évben van, fonott kalácsok, van az ünnepi kalács, aminek ilyen 5-600 forint darabja, diós, mákos, tekercset, kelt kalácsot sütünk ilyenkor nagyon nagy mennyiségben, annak 1600-1700 forint kilója, és ilyenkor aktuális a sós kalács is, mert nyilvánvaló, hogy a sonkához azért valamivel jobban passzol a sós kalács, mint az édes. Igen, elkészült az ünnepi kalács, lehet érte jönni. A házi asszonyoknak is egyszerűbb megrendelni, hiszen házias ízekkel várják a vásárlókat. Elég sok időt vesz igénybe, és sokkal kényelmesebb. Ilyenkor azért mindenki a tavaszi nagytakarításra koncentrál inkább, és egyszerűbb, hogyha megveszik készen, mint hogyha itt órahosszákat tölt el kalácsütéssel. A kalácsára tükrözi a belefektetett energiát, sőt finom is, fogalmazott Lacik Dénesné. Forgatásunk alatt is többen jöttek vásárolni a pékségboltjába. A karcagi hírmondó húsvéti nyereményjátékára több mint 30 megfejtés érkezett. A nyeremény egy nyuszi volt, a sorsoláson jelen volt kollégánk és egyben a felajánló Brehó Mónika és Szepesi Tibor, Karcag város polgármestere. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az érdeklődőket innen a karcagi hírmondó szerkesztőségéből, hiszen ma egy érdekes sorsolásnak lehetnek tanúi, akik figyelemmel követik az élő adást, hiszen a karcagi hírmondó legutolsó számában egy keresztrejtvény jelent meg, amelynek a megfejtéseit ide a karcagi hírmondó szerkesztőségébe várták az újság munkatársai, szerkesztői. Több nagyon jó és helyes megfejtés érkezett erre a keresztrejtvényre. A szerencsések, akik sikeresen megfejtették, itt a bűvész kalapban vannak, hiszen egy érdekes sorsolás lesz. A mai nyeremény húsvétra való tekintettel egy nyuszi. A kalapba beleraktuk a nyuszit is, itt van a bűvész kalapban, természetesen nem ez a nyuszit kell majd átvenni, illetve ahogy a kollégák mondták, majd eljuttatják a nyertes részére, hiszen megvannak a címek is, hogy kik azok, akik helyesen megfejtették. A másik kalapban pedig akkor, ahogy egy bűvész szokta, balkézzel megkeverem a listát, és akkor egy nyertest fogunk kihúzni, egy szerencsés nyertest. Én becsukom a szemem is, hogy ne lássam. És akkor a nyertes pedig Papp Róbert, akinek nagyon nagy szeretettel gratulálok ezúton is.
és természetesen a hírmondó valamennyi munkatársának, valamennyi karcaginak, innen a karcagi hírmondó szerkesztőségéből kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. Listát készített hazánk legveszélyesebb útszakaszairól a 2017-19 közötti időszak baleseti statisztikái alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A listán szerepel, mint baleseti helyszín a 4-es számú főút. 168 baleseti góchely közül 10 megyénkben található. Felkerült a listára a 4-es, a 32-es és a 44-es számú főút is. A legtöbb halálos baleset, összesen 2, azonban Karcag külterületén a 4206-os számú út és a 4-es főút kereszteződésében történt a vizsgált időszakban. Ketten vesztették életüket még 2017. március 6-án Karcag külterületén a 4-es főút és a 4206-os számú út kereszteződésében. Egy személygépkocsi vezetője nem adta meg az elsőbséget a 4-es számú főúton közlekedő kamionnak, így összeütköztek. A karambol során a személyautó megpördült, és egy másik gépkocsinak is neki csapódott. A balesetben a kamionnal ütköző autó utasa a helyszínen életét vesztette, sofőrje pedig a kórházba szállítását követően hunyt el. Ez a karambol is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az említett útszakasz a 12. helyet foglalja el a nemrég felállított országos listán. Tavaly a legveszélyesebb góchelyeken már megtörténtek a beavatkozások, illetve a nagyobb volumenű átépítésekhez a szükséges tervezési munkákat is előkészítette a közútkezelő. A Jászlóskun-Szolnok megyében lévő 10 baleseti góchely közül 3 a gyorsforgalmi utakhoz mérhető forgalmi terheléssel rendelkező 4-es főúton található, Szajol, Fegyvernek és Karcag térségében. A meglévő jelzőlámpás csomópontban idén tavasszal új forgalomtól függő programot alakítanak ki a szakemberek, a Fegyverneki és a karcagi kereszteződések pedig várhatóan átépülnek. A lakott területen belüli helyszínek forgalmas városi útszakaszokon, csomópontokban találhatóak, tájékoztatott Pécsi Norbert Sándor. A 32-es számú főút szolnoki szakaszán már rendelkezünk tervekkel egy jelzőlámpás csomópont létrehozására, a Karcagon lévő 4206-os út kereszteződésénél pedig tavaly ősszel hazai forrásból forgalomtechnikai beavatkozás történt, ismertette a szakember. A szakemberek mindenkit arra kérnek, fokozott óvatossággal közlekedjenek. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!